áldás, békesség. Mindenkit szeretettel köszöntök. Ezen a mai hétfő reggeli állítaton egy kicsit nem a hagyományok szerint, hanem más módon is együtt lehetünk. Nem csak azért, mert a alsó tagozat is velünk van, hanem azért is, mert ünnepelünk, vagy legalábbis emlékezünk. Talán így jobb ez a kifejezés. 99 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá Trianonban azt a szerződést, amelynek alapján magyar népünk, nemzetünk egy hihetetlen nagy tragédiát szenvedett el. Ismerjük a történetet, erre emlékezünk ezen a mai napon, ezen az Isten tiszteleten. Az emlékezés műsorát a 7. D-osztály tartja. Hallgassuk figyelemmel, szeretettel. Trianon. A magyar történelem sorsfordító fejezete. Napjainkig rengeteg érzelem, indulat és sok-sok tévhit kapcsolódik hozzá. Nézzük most meg a történelmi tényeket. Az első világháborút Magyarország vesztes országként fejezte be. Ekkorra már az osztrák-magyar monarchia széthullott, az érintett államok és az antant is önálló nemzetállamokban gondolkodtak ebben a térségben. A Párizsi Békekonferenciára 1920. januárjában érkezett a magyar küldöttség, gróf Apponyi Albert vezetésével. A politikus a nagyhatalmak előtt megpróbálta legalább a többségében magyarok lakta területeket megvédeni, népszavazást kérve a hovatartozásról, de minden felvetése elutasításra talált. Valójában a végső döntést már 1919 nyarán meghozták a nagyhatalmak. A békeszerződés aláírására 1920. június 4-én a Trianon palotában került sor. A Magyar Köztársaság Országgyűlése június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Ezt ünnepeljük ma. Halló magyar, hol vagy, felejt! Halló magyar,
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat keretében segíti elő a határon kívüli magyarság életének megismerését. Minden évben hetedikesek vehetnek részt ebben a programban. Az idei tanévben 42-en mondtunk igent a páratlan lehetőségre, és 6 csodálatos napot töltöttünk el együtt. Kedves iskolatársak! Virtuális utazásra hívunk benneteket. Szeretnénk megosztani veletek, hogy merre jártunk, mit láttunk, mit tapasztaltunk. Izgatottan készülődök, hiszen ma 41 társammal útra kelek, hogy meglássuk Erdély csodálatos vidékét és őseink ránk hagyott örökségét. A határt átlépve a buszunk Nagyszalontán Arany János szülővárosában állt meg először. A Szoborparkban koszorút helyeztünk el Szoldi írójának szobránál, majd a Csonkatorony megtekintése után az utunk Nagyváradra vezetett. A város főterén megkerestük az Emke kávéházat, ahol többek között Ady Endre is törzs vendég volt. Innen Székesegyházhoz sétáltunk, ahol már vártak bennünket. Idegen vezetőnk irányításával bejártuk a templomot, majd a Szent László Múzeum kincseivel ismertetett meg bennünket. A következő megállónk Erdély kapujában a királyhágon volt. Ez nem csak csodálatos látvány tartogatott, hanem itt kóstoltam meg az erdélyi mécsát. Ebéd után a tordaiasadékhoz mentünk. A Szarosváratától mint egy fél órányi utat tettünk meg a asadék belsejében. Néhol keskenyös fényen, több függő hídon is átkeltünk. Nagy élményt jelentett nekem ez a túra. Sötétedés után értünk első szálláshelyünkre Aranyos Gyéresre. Március 13-a. Ma délelőttünket a tordai sóbányában töltöttük. Ki gondolná, hogy a közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín a föld alatt nem csak páratlan sócsodáiban, de óriás kerékkel, csónakázótóval, fürdésre alkalmas barlangi sótavakkal is rendelkezik. Idő gyorsan szaladt. Indulnunk kellett tovább, mert második szálláshelyünkig, Gyergyószent Miklósig hosszú út állt előttük. Közben is néhány látnivaló érdekesség várt még ránk. Korondon az Aragoni Múzeumban tettünk látogatást, majd a helyi kirakódók termékéből válogattuk ajándéktárgyakat. Farkaslakán már csak egy rövid megállót tartottunk, ahol Tamás János sírján árultuk a kegyeletünket. Március 14-e. Reggeli után az egyik legcsodálatosabb természeti környezetbe vitte el a buszunk. A Békásszorosban nem először sétálok, de mindig lenyűgöznek a monumentális sziklafalak. A hatalmas égcsapok, a mellettünk csobogó patak mindenkinek nagy élményt jelentett. A Gyilkostónál ismét kiszálltunk a buszból, a hozzáfűződő legendát itt meséltem el, amiből előzetesen felkészültem. Befagyott tó körül egy sétánk után a Kürtöskács igen jól esett. Délután két részre vált a csoportunk. A bátrakok a hegymászást választották, amíg a többiek Gyergyószent Miklós nevezetességei keresték fel. Én a bátrak táborába tartoztam. A Szent Anna kápolnához vezetett utunk, ami a Csopothegyen található 1087 méter magasan. Március 15-e. Reggeli után elbúcsúztunk szálláshelyünktől, és indultunk Sepsiszentgyörgyre. Út közben megálltunk Marosfőn. A csodálatos napsütésben tett rövid séta után megtaláltuk a Maros forrást, amelynek vizét sokan meg is kóstolták, köztük én is. Nyelvesetőt egy szav alattal emlékeztünk a hős székelyekre. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol az ezüstrigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a bénföldbe kitépni, bivehar sem tudja másképpen, csak ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között egy szelíden, szépen hajló, mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriásló. Úgy is hívják Nyergestető. Nem csak szép, de híres hely is. Fönn, a tetőn, a nyeregben, ott zöldelnek a fenyőfák egész csíkban a legszebben. Ott tereszték legmélyebbre gyökerüket a vén törzsek, nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen.
szabadságharcosok vérelüktetlen nagyökerekben. Mert temető ez az erdő, és kopjafa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak 100-nál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől áradt azon a reggel, támadt a cár és a császár hatalmas nagy seregekkel. De a védők nem rettentek. Alig voltak, ha 200-an. Álltak, mint a fenyők a harc rettentő vadviharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket. Meg nem adta magát Székely, mint a szálfák. Ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán, zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mint egy szálig, olyan bátran, mint az a görög 300 Termopüla szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág. Hőstettükről nem beszélnek. Hírök nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyő, fönn a tetőn, a nyeregben. És azért zöldel az az erdő, egész Csíkban a legszebben. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok. Egyet mondunk, s egyet gondolunk. Március 15-en megünneplése volt a külhoni magyar testvéreinket. A városi ünnepséget délután 4 órára hirdették meg. Előtte még volt időnk felkeresni a Székely Múzeumot,
Az egyik kiállítóteremben felidézhettük a szabadságharc eseményeit. Igazi ráhangolódás volt ez az ünnepre. Mire kiértünk a térre, több ezer ember gyűlt már össze. A zászlók bevonulása és a lovas felvonulás után együtt néztük és hallgattuk az ünnepi műsort. Március 16-a. Már hazafelé kacsingattunk, Sepp 15-től elbúcsúzva, első megállunk Frázsmáron volt. Az erőt templomi látogatásunk után Fehéregyházára igyekeztünk, ahol a Petőfi Múzeum kertjében az egyik társunk szavalata után koszorút helyeztünk el költőszobrán. A következő megállónk Segesvár volt, ahol a várban megtekintettük az óratornyot és megjártuk a diákok lépcsőjét. Erre a napra Gyulafehérvár jelentett még szép élményt, utolsó szálláshelyünk Algyógyon volt. Március 17-e. Először a Dévői várhoz mentünk, ahol a meredek felvonó kicsit elbizonytalanított, de végül valamennyi társammal a hegy tetejéről gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. Megálltunk még Vajdúnyad váránál, amit Mikszátelmán, a vára királyának nevezett. Mária Aradnál a kegytemplomot néztük meg, majd utolsó megállunk Aradon volt. Az aradi vértanúk emlékművénél koszorút helyeztük el. Utunk során a csoportvezetője Vilmos bácsi folyamatosan tájékoztatott bennünket azokról a nevezetességekről, amelyeknél sajnos nem volt időnk megállni. A látottakat mindig kiegészítette, így rengeteg információ birtokába jutottunk. Amikor hazaértünk, csak annyit tudtam mondani anyának, ezt nem lehet elmesélni, ezt át kell élni. Büszke vagyok, hogy magyar vagyok. Köszönjük szépen a 7. D osztály nagyon színvonalas, szép műsorát, ami tulajdonképpen a saját élményüknek az átadása volt. Úgy gondolom, hogy ott éreztük magunkat veletek együtt ezeken a szép helyeken. És köszönjük az őket betanító pedagógusoknak is a munkáját. Az elkövetkezendő percekben a pedagógusoknak szeretnénk megköszönni a munkájukat, amit értetek, értünk, végeztek, végeznek folyamatosan, hiszen tegnap pedagógus nap volt, és ebből az alkalomból egy kis műsorral kedveskedünk valamennyi pedagógusnak. Először hallgassuk meg Fekete Mercedes, 3. K-osztályos tanuló köszöntő versét. Mercedes a Rákóczi úti alsó tagozaton tanul, tanítónénie Fekete Józsefné. Donászi Magda!
ma szívünk ünnepel. Ma nem tanulni jöttünk, ma szívünk ünnepel. A hálát, amit érzek, miképpen mondjam el? Szétszáll a szó a szélben, ha bármiről fakad, s e nyíló rózsa élte pár nap vagy óra csak. Emlékek kötnek össze, szavak, számok, betűk, utunk, akárhova visz, követnek mindenütt. Emlékünk egyre több lesz, tudásunk mind nagyobb. Hálás szívvel köszöntünk tanárt, s ünnepnapot. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű verset, és szeretnénk csatlakozni a szavakban elmondott köszöntéshez egy tárgyi ajándékkal is, a fenntartó ajándékaként, ahogy ezt tavaly is megtettük, egy könyvvel ajándékoztunk meg minden pedagógusunkat, az idén is ugyanezt történik. A tavalyi könyvet is, az idei könyvet is a Magyar Református Presbiteri Szövetség pedagógus napra nyomtatta ki, az elmúlt napokban meg is érkeztek a megrendelt példányok. Jelképesen most minden intézmény egységünk vezetőjének adjuk át ezt a könyvet, és majd az intézmény egységben kiki átveheti majd a saját példányát. Kérem igazgató urat, hogy segítsen a kiosztásban. Szólítom Csukodi Mariant, a kollégium telephely vezetőjét. Az óvodai intézményegység nevében átveszi Gulyás Krisztina, munkaközösség vezető. A Petőfi úti alsó tagozat intézményegységről kérem Fekete Józsefné intézményegység vezető helyettest. A Petőfi úti alsó tagozat intézményességről szólítom Guillaume Márton intézményegység vezető helyettest. A Szántó Albert utcai intézményegységről szólítom Balogh Vilmos intézményegység vezető helyettest. És mielőtt a gimnázium intézmény egységének átadnánk az ajándékot, szeretném megosztani azokat a gondolatokat a jelenlévőkkel, amit átadtam most egy emléklap formájában, illetve néhány szót a könyvről is. Kedves pedagógusok, kedves kollégák! Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a Pedagógus Nap alkalmából. Egy Váci Mihály idézet következik. Osztani magad, hogy így sokasodjál. Gyermekhez hajolni, hogy magasodjál. Hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Köszönjük, hogy óvodától az érettségig egyen-egyenként és kisebb-nagyobb közösségekben is azon fáradoztak, hogy gyermekeink, diákjaink új ismeretekkel gyarapodva, lélekben gazdagodva fejezhetik be ezt a tanévet. Szeretettel és áldás kívánással Palatinusz Pál igazgató és jó magam. És az a könyv, amit mindenkinek szeretnénk átadni, egy imádságos könyv, imádság gyűjtemény erre az alkalomra készült, és tudni kell róla, hogy valamennyi egyházmegye hozzájárult egy, nem is egy, hanem több imádság megfogalmazásához, különböző alkalmakra, ünnepekre, hétköznapokra találunk benne minden eseményre, minden élethelyzetre egy-egy imádságot, forgassák haszonnal. És akkor így szeretettel kérem, hogy dr. Pataki Ágnes vegye át az ajándékot a gimnázium intézményegység nevében. Thank you.
Köszönjük szépen az általános iskolai énekkar szolgálatát Takásné Szabó Edina tanárnő vezetésével. Ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Meghajtva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, magasztaljuk szent nevedet ezen a hétfő reggelen, amikor a pihenés, a feltöltődés napjai után ismét az előttünk álló feladatokra tekintve csendesedhetünk el a te színed előtt. Köszönjük, hogy újra lehetőséget adsz nekünk, hogy hozzád forduljunk, téged kérdezzünk, tőled várjunk igazi segítséget. Így vagyunk most itt, Urunk, hogy várunk valamit, és várunk téged a fájdalmas emlékezés órájában is. Köszönjük, hogy nem volt hiába való a fáradozásunk, így kérünk, áld meg a te igéd hallgatását és befogadását. Amen. Isten igéjét János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom az első és azt követő verseket. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele, a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Kedves barátaim, emlékező gyülekezet, a jeruzsálemi templomtérről északra volt egy kapu, amit Jukapunak neveztek, és mit hallottuk a tudósításból mellette, 2 medence volt található, amelyben víz volt, és Betesdának nevezték ezt a helyet, ami lefordítva magyarra annyit jelent, hogy az irgalmasság háza. Már Jézus kora előtt is jártak oda emberek gyógyulásra várva. Olyan hely lehetett, ahol időnként valóban csodálatos gyógyulások történhettek. Az ilyen helyeket mindig tömegek keresik fel, remélve, hogy a gyógyulás őket sem fogja elkerülni, nekik is részük lehet benne. A történetből az is kiderül, hogy a gyógyulások többnyire akkor következtek be, amikor időnként felkavarodott a tó vize, amit egy angyal leszállásával hoztak összefüggésbe. Így is mondhatnánk, hogy amikor Isten közelsége megjelenik, kézzel foghatóvá, láthatóvá válik, és hosszú idők tapasztalata szerint
Aki ilyenkor elsőként lépett a vízbe, az biztosan meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. A sok beteg között volt egy olyan ember, aki sohasem tudott első lenni, egyszerűen az elesett állapotánál fogva. Ahhoz, hogy bekerülhessen ebbe a vízbe, ebbe a medencébe, mások segítségére lett volna szüksége, de mivel más segítséget nem kapott, ezért teljesen kilátástalanná vált a helyzete, 38 éve feküdt ott a medencék partján, és várta a csodát. Egy életen keresztül, emberi segítség hiányában már nem is remélte, hogy valaha is meggyógyulhat. Irgalmasság háza, mondottam, ezt jelenti a Betesda szó, de amikor odaért valaki, és rátekintett erre a helyre, akkor sokkal inkább az jutott eszébe, hogy ez nem az irgalmasság háza. Ez a tömény nyomorúság, a szenvedés helye. Egy olyan hely, ahol állandó harc és küzdelem folyik az emberek között az elsőbségért, a gyógyulásért. Úgy, ahogyan folyik ma is a harc az emberek között szerte a világban az elsőbségért, hogy különböző eredmények, juttatások érjenek el, vagy csak egyszerűen harcolunk a túlélésért, a megélhetésért, az előbbre jutásért. A történetben szereplő 38 éve beteg embernek még neve sincs. Az evangélista egyszerűen csak annyit mond róla, hogy volt ott egy ember. És ez nem véletlen, mert ez az ember akár mi is lehetnénk. Akár a mi nevünk is lehet az egy ember kifejezés helyén. Egy ember, aki az örökös vesztesek közé tartozott, aki a legnagyobb reménytelenségben fekszik. És ebben az állapotában találja őt meg Jézus, fordul feléje, és tesz fel egy kérdést, célra törően, akarsz-e meggyógyulni? Ó, micsoda kérdés ez, amire szinte valamennyien rávágtuk volna ennek az embernek a helyében. Hát persze, hogy akarok meggyógyulni, ezért vagyok itt, nem is kis ideje, 38 éve ezt várom. De bármilyen meglepő, ez a beteg ember nem arra válaszol, amit kérdez tőle Jézus, hanem azt mondja, hogy nincs emberem. És válaszából egyértelműen kiderül, hogy számára a gyógyulás egy másik emberen keresztül közelíthet el. És mivel mindenki magára hagyta nyomorúságos állapotában, nem is remélheti azt, nincs segítség számára. Hiába bízik a másik emberben, és ezért mondja, nincs emberem. De akár ezt is mondhatta volna, ha lenne emberem, ha valaki lenne mellettem, akkor minden megoldódna, akkor biztosan meggyógyulnék. De sokan nem hiszik el, hogy tudnának segíteni a másikon. Talán egy jó szóval, talán egy simogatással, talán egy mosollyal. Emberi módon. Különben vakon és világtalanul vezetjük egymást, amiről azt mondja a Biblia, hogy mind a ketten a gödörbe esnek. De Isten éppen azért küldte el az ő egyszülött fiát ebbe a nyomorúsággal terhes világba, hogy általa megmentse azt, aki egyébként elveszne. És ha nincs is senki emberileg már körülöttünk, valóságosan, aki ténylegesen segíteni tudna, akkor megismerhetjük Jézust, aki végtelen szeretettel fordul ma is felénk, és benne lesz emberünk, és lesz Istenünk. Ez a bibliai történet nem másról szól, mint Jézus korlátlan hatalmáról és szeretetéről. Arról, hogy ma is történhetnek gyógyulások. Nem csupán testi bajainkból, hanem lelki vakságból, bénaságból, erőtlenségből, és ma is mindez Jézus szavára megy végbe. Mert annak a bénának semmit nem kellett tennie, csak engedelmeskedni Jézus szavának. Átéli, hogy csak nála, Jézusnál van megoldás, igazi gyógyulás. Hiszen Jézus ment oda hozzá, ő szólította meg, ő kérdezte, és amikor válaszol, akkor nem a kérdésére felel, nem a válasz, valamiféle reakciója hangzik el Jézustól, hanem egy biztatás, annyi, vedd a te ágyadat, és járj! Mai megemlékezésünk a 99 évvel ezelőtt nemzetünk sors tragédiáját előidéző eseményekre sem azt a célt szolgálja, hogy a sebeinket nyalogassuk,
hogy reménytelenül és csüggeten állapítsuk meg a szomorú tényeket, a valóságot, ami lassan 100 éve könyörtelenül ott van az életünkben. Igénk éppen arra biztat, hogy minden helyzetből, így ebből is, ebből a helyzetből is van gyógyulás és lehet felemelkedés. És az a műsor, amit hallottunk, pontosan erről szól. Igen, hatalmasat fordult azóta a világ, a népünk életében is. És ma már azok a határok, amik 99 évvel ezelőtt húzattak, azok már gyakorlatilag nem léteznek, hiszen ti is átléptétek ezt a határt, észesen vettétek talán, és mehettetek olyan földre, olyan területre, ahol talán a dédszüleitek még úgy jártak, keltek, olyan természetes módon, mint magyar földön. De ez a föld ma is magyar, mert magyarok élnek ott. Igen, mi kevesek vagyunk arra, hogy lássuk és munkáljuk azt az igazi megoldást, azt a felemelkedést, ami megoldást hozhat sok-sok egyébként nyomorúságos élethelyzetre. De van valaki, aki ma is mondja, kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. Vagyis lépj tovább, és kapsz hozzá erőt, és kapsz hozzá gyógyulást, és kapsz hozzá jövőt, és olyan távlatot és olyan reménységet, ami nem elcsüggeszt, hanem erőt ad. Isten ereje ma is így emelhet fel, és indíthat tovább mindannyiunkat. Adja Isten, hogy ezt átélve valóban meg is tapasztaljuk. Amen. Fejünket meghajtva ezért imádkozzunk. Köszönjük mennyei édesatyánk igéd biztatását, és a benne foglalt személyes, mindannyiunkat megszólító üzenetedet. Köszönjük, hogy te megtetted mindazt, amit mi nem tudnánk megtenni. Elküldted egyszülött fiadat ebbe a világba, hogy meghaljon a mi bűneinkért is, hogy ezáltal kiszabadíts minket a jelenvaló gonosz világból, és megajándékozz az igazi, a teljes élettel. Hálát adunk azért, hogy igéd ma is újjáteremtő hatalom. Éppen ezért sohasem szól hiába. Ne szóljon most se hiába, amikor felénk is elhangozhatott a kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Hadd menjen végbe bennünk ez a gyógyulás, amit csak is te adhatsz az életünkbe. Így áld meg egyen-egyenként életünket, népünket és nemzetünket egyaránt. Áld meg az előttünk álló munkáshét minden egyes pillanatát. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 89. Zsoltár 7. versét, boldog a nép, amely te néked örvendez. Mindezeknek utána az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, jó munkát kívánok mindenkinek!